kimész a birtok szélére és visszanézel, akkor a saját őseidet is láthatod, és azokat a területeket, ahonnan származol. Mik azok az értékek, amikkel nekiindultál az életnek? Amit én megtanultam ö, szüleimtől, ö, hogy keményen kell dolgozni a sikerért szorgalmas emberek voltak, és annak örülök, hogy, hogy ezt én is megörököltem, tehát ha visszatekintek, akkor mindig is próbáltam teljesíteni mind az iskoláimban, illetve amikor ezt a 90-es években eldöntöttük, eldöntöttem, hogy az ősök régi hagyományait próbáljuk visszahozni, hiszen az ősök jó készítő família voltak, de tőlük elvettek mindent a második világháborút, és hát utána ugye volt kis szőlő, kis tanya. Apám volt tulajdonképpen, aki az ősök fénáját örökölte és mindig nagyon jó borokat készített. Mi mint gyerekek figyeltük, természetesen ott voltunk a szőlőbe, egy kicsit próbáltunk segítkezni, de őszinte leszek gyerekkoromban nem gondoltam volna, hogy én valamikor szőlővel és borral fogok foglalkozni, főleg nem abba, hogy viszonylag nagyobbba, De, de ahol uh, mégiscsak csak uh, megfertőződtem, hogy úgy mondjam jó értelemben és uh... És amikor a 90-es években úgy adódott, hogy viszonylagosan valamennyi pénzt tudtam keresni a 90-es évek a rendszerváltozás utáni időkben, akkor valahogy automatikusan jött, hogy hova fektessem be azt a kevés pénzt, hiszen kevéssel indultunk, és itt is sokkal kisebbe, hova máshova, mint, mint szőlészetbe, borászatba. Ebben megint csak az inspiráció természetesen apám szüleimtől volt, és hát mindenképpen a, a, a beszélgetések gyerekkoromban, hogy bizony az ősöknek komoly nagy szőlészetük, borászatuk volt, stb. 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 Ez biztos, hogy azért úgy belém ivódott, tehát automatikusan jött a válasz, hogy hogy ide befektetni. Ide volt befektetni. egyfajta kötelességérzésed az ősökkel szemben? Öm, amikor elindítottam őszinte leszek, kötelesség, érzés, nem biztos, hogy így megfogalmazódott bennem, de úgy gondolom, hogy valahol a tudatalattiba ez benne volt, hogy, hogy visszahozni az ősök dicsőségét. Öm, és ahogy az ember egy, egyre inkább komoly hogy úgy mondjam, hiszen akkor én is a 30-as éveimnek az elejét tapostam, amikor ezt így elindítottuk. Úgy is mondhatnám, hogy igazság szerint először inkább öm, um a szüleim felé szerettem volna valamit mutatni, illetve mivel tudtam, hogy apámnak ez a legkedveltebb hobbija, hogy bort készíteni, inkább ő neki szerettem volna egy terepet biztosítani, és, és közbe jött az, hogy, hogy igen, ezt egy kicsit komolyabban kell, kicsit komolyabban kell csinálni, és ha az ember csinálja, akkor ugyanúgy, mint minden másba a csúcsra kell törekedni, és tényleg akkor meg kell csinálni. A legjobb bort, a szexád legjobb orát, ha lehet, az ország legjobb borát, aztán menjünk tovább. Tehát tulajdonképpen fokozatosan nőtt az étvágy, és fokozatosan uh, uh, a belémivódott az, hogy hogy valami nagyot próbáljunk alkotni. Édesapád itt volt melletted a, a kezdet kezdetén, gyakorlatilag fogta a kezedet, vagy fogta az egész bolászat kezét. Igen, és, igen, ő, és igen. ő volt a kis dedóvó. Igen, igen. kétségtelen tény. Tehát, ha ő nincsen, ezt meg kell mondanom, akkor most nincsen ez a borászat, tehát ő adta az inspirációt. Sajnos ő viszonylag rövid ideig tudta ezt művelni, rövid ideig tudta élvezni. Sajnos korán jöttek a betegségek, és most már 14 éve nincsen közöttünk. Hogy úgy mondjam, utána a saját lábra kellett állni ebben is, azzal együtt, hogy én nekem nem ez volt a fő tevékenységem, és a mai napig sokat rohannok az országban, és, és több vállalkozásom van. De egyre inkább ez, 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 a tevékenység, ez a szőlészet, borászat, ez kinőtte magát oda, hogy, hogy nekem is a, a, a szívem be ez volt. Volt a tulajdonképpen az első. Az életedben a, a lehetőségek jöttek, vagy mentél utána? Én úgy gondolom, hogy a lehetőségekért meg kell dolgozni. Tehát tulajdonképpen, ha én a 90-es években nem hajtok keményen, illetve ha előtte nem hajtok keményen, ugyancsak hiszen én is valahol annó elkezdtem a 80-as években ilyen-olyan állami cégeknél, ami mondjuk egy kiugrás volt, 26 évesen a csepelművekbe osztályvezető lettem, ehhez már valamit le kellett tenni az asztalra, hogy ez a 80-as években tudjon működni. Aztán a szexzádiskála skála igazgatója lettem két évig, amire nagyon szívesen emlékszem vissza, ott is meg kellett dolgozni a siker és úgy gondolom, hogy itt is kőkeményen, tehát a sikereket nem, a lehetőségeket és a sikereket nem adják ingyen, tehát a lehetőségeket is meg kell keresni, én úgy gondolom. Amikor a, a borászat eljutott egy szintre, akkor megépítettétek ezt a pincét, ahol most ülünk. Ez a maga nemében egyrészt mintaértékű volt az egész borvidéken, másrészt a, a nagyságát tekintve Sokak szemébe szálka is volt. Hogy élted meg? Igen, tehát a 90-es évek végén, amikor én eldöntöttem, hogy valóban akkor ebből próbáljunk egy, egy komoly vállalkozást csinálni, ami országosan is megállja a helyét akkor valóban úgy volt, hogy szexen nagyon sok jó bor volt, nagyon sok jó borásszal, csak éppen akik Budapestről vagy az országból bárhonnan jöttek, azok mentek tovább villányba, hiszen ott volt a pincefaló, ott voltak a nyitott pincék, és ott lehetett borkostolni, meg mellék is falatkákat tenni. Szexádon pedig nem volt olyan hely, ahol meg lehetett volna állni e, borokat kóstolni e, vendéglátás keretében. És én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne, hiszen ha már ilyen jó borok vannak, ilyen jó adottságai vannak Szexádnak, e, a tetejébe sajnos nincsen pincefalú. Tehát ebben mindenképpen hátrányba volt Szexád villányjal szemben, akkor kellene olyan komplexumot építeni, e, amiért érdemes itt megállni. Érdemes ö, szexárdot célponttá tenni. Ö, ez volt tulajdonképpen a filozófia. Fokozatosan építettük ki, hiszen először megépült a borszentélyünk a 99-ben. Ott már tudtunk fogadni adott esetben 150 embert ö, ö, borkostoltatásra. Aztán a vendéglő, panzióstól tulajdonképpen ez a. Ö, Pince vendéglő, ahol vagyunk. Ez 2004-ben épült, de akkor még hordók voltak itt, tehát kvázi látványpince volt. És 2013-ban alakult át pince vendéglővé, amikor is hát a hordókat egy további pincébe tettük, hiszen közben építettünk egy másik pincét. Itt pedig padlófűtést tettünk be, lelapoztuk, világítás, dizájn. Tehát tulajdonképpen itt egy fokozatos fejlődés volt, nem egyszerre épült meg, ahogy a Pénz jött, és meg kell mondani, hogy azért a borászati támogatások is komoly szerepet játszottak, hiszen folyamatosan pályáztunk, amire, amire lehetett. Úgyhogy fokozatosan épült ki. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg egy úttörő vállalkozás volt. Nagyon örülök neki, hogy példát tudtam adni. Én úgy gondolom, hogy sokan az elején nem bíztak ebben, borász kollégák közül is, hogy ez működni fog, de aminek örülök, hogy néhány évre rá jöttek, megnézték mintát vettek, általában azokkal a mesterekkel dolgoztak, és szép sorba, kvázi minden jelentős borász megépítette a maga borházát kis vendéglátással, vagy nagyobbal, és, és ugyanúgy fogadták a vendégeket. Vagyis tulajdonképpen szexád, én úgy gondolom, egy óriásit fejlődött, és az a cél, amit a 90-es években én megfogalmaztam, az sikerült elérni, hiszen ma már nem villány a cél, hanem szexád legalább akkora. Cél. Szél, közelebb is van, főleg Budapesthez, legalább olyan jó borok vannak, és bár nincsen pince falunk változatlanul, de csodálatos komplexumok vannak, hiszen az enyémnél nagyobbak is épültek, szépek épültek. Úgyhogy én a magam részéről nagyon örülök a többi borász kollégának a döntésének, és nagyon örülök, hogy nem egyedül vagyok, hanem, hanem sokan képviseljük a jó szexárdi borokat csodálatos borházakban. Adtál egy új irányt a, a borvidéknek, vagy nem akarod vidikálni magadnak azért ezt a jogot? Hát én úgy gondolom, én tulajdonképpen azt mondom, hogy ha én nem csinálom meg ezt a 90-es évek végén, akkor én azért úgy mondanám, hogy biztos vagyok benne, hogy valami, valaki valamivel később megcsinálta volna. Én, én, ebben bízom. Tehát én nem tartom magam olyan okosnak, hogy csak egyedül az én agyamból pattanhatott ez ki. De kétségtelen tény, hogy elsőnek nekem uh, sikerült ezt megcsinálni, és, uh, és örülök, hogy valahol tényleg minta uh, lehetett, és örülök, hogy néhány év késéssel követték a kollégák. De én úgy gondolom, hogy szexuálisan annyira jó borok vannak, és kvázi úgy gondolom, hogy a uh, vendég Borkostoltatás mellé ugyancsak egy kötelező dolog, hogy előbb-utóbb benne ki kellett volna épülni. Bárhol az országban borszakértőkkel találkozol, és azt mondod, hogy szexárd, tudnak mondani 5-8 olyan borászatot, akik a szexeli borvidék krémje. Ott vagy már? A nagyra tisztelt borász kollégák, hála Isten, Szexádon többen vannak évborászai. Én nem voltam évborásza, tehát ez már mindenképpen egy különbség, és én meghajlok természetesen az ő sikereik és szakmai tudásuk előtt, én annak örülök ugyanakkor, hogy tavaly előtt, amikor még volt Szexádi borverseny, akkor éppen a Fritz Borház nyerte a legtöbb aranyérmet, tehát mi lettünk az elsők. Ez a pince azért itt úgy gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben komoly eredményeket ért el, mind belföldi, mind nemzetközi, téren, nagyon komoly a vendégköre, soha nincsenek eladási gondjaim, tehát a, a, én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen jó a piacon, jók a borok, jók a visszajelzések, és én nem szeretnék itt rangsorolni, hogy most itt a szexádi piacon ki a jobb, ki nem. Én még egyszer mondom, nagyon tisztelek sok szexádi borász, borász kollégát, akik már nagyon nagy eredményeket értek el, komoly címekkel büszkélkedhetnek, és, és évborászai voltak, stb. stb. Én a magam részéről pedig roppant boldog vagyok azzal, hogy mi is folyamatosan nyerjük a versenyeket, és, és nagyon jók a visszajelzéseink. Megelátod a borvidék jövőjét? A borvidék uh, óriásit uh, fejlődött. Uh, a borok minősége úgy gondolom, hogy itt az elmúlt 15-20 év alatt akkorát fejlődött, hogy köszönő viszonyban nincsen mondjuk egy 2020-as bor, mondjuk egy 90-essel. Tehát fantasztikus a, a, fejlődés. Szexárd, mondhatom azt, hogy a legjobb vörös boros vidék, hadd mondjak én egy ilyet, most egy villányinak nem biztos, hogy tetszik, de hadd mondjam ezt, és én, én úgy gondolom, hogy Annyira jók a borok, és annyira jó érzés az, amikor idejön egy külföldi kvázi szakember is, és teljesen meg van lepődve, vagy ide jön mondjuk egy Rothschild, vagy, vagy ide jönnek nagy nevek, és egész egyszerűen meg vannak lepve, hogy milyen fantasztikus borok vannak itt. Úgy gondolom, hogy abba az irányba kellene menni, de ehhez természetesen kell az állami segítség, és úgy látom, hogy most már koncentrálják a marketing marketingpénzeket, hogy meg kell ismertetni a világgal, hogy itt milyen csodák vannak. Én úgy gondolom, hogy mind a Szexádi Borvidék, mind Magyarországnak az kell, hogy legyen a alszpolitikája, hogy nincs sok bor. Kicsi Magyarország, tulajdonképpen kicsi a szexádi borvidék is, de különleges borok vannak. Tehát itt uh, unikális, különleges borok, amit igenis nagyon komoly, magas árszinten uh, uh, lehet eladni a piacon, illetve kell eladni a piacon. Uh, el kell érni azt, hogy valóban olyan keresleti piac uh, legyen, hogy sorban állnak a szexádi borokért, vagy esetleg, amikor hordóban van, mint Franciaországban, már dicitálnak érte, tehát én úgy gondolom, hogy a marketing főleg az, ami ehhez még hiányzik. Én nagyon bízom benne, hogy ebben komoly lépések lesznek itt a következő egy-két évben. És onnantól kezdve az exportpiacok is jobban megnyílnak. A komoly magas, árszintű exportpiacok, hiszen még egyszer mondom, prémium minőségű borokat tud szexár készíteni, akkor prémium áron kell eladni őket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az irány, ez az irány, és meg, meg tudjuk csinálni, és meg, meg kell csinálni. Azt gondolod, hogy emögé egy, egy nagyon kemény összefogás kell a borászatok között? Tehát véget kéne éventni annak a nagy orosz irálynak, hogy egymással szembe mennek a borászatok. Én úgy gondolom, hogy van egy együttműködés a, a szexádi borászok között. Természetesen vannak bizonyos ellentétek is, amikről lehet hallani. Én úgy gondolom, hogy fontos a, a, a szexádi marketing, tehát az itteni összefogás is, ez természetes. Én is, ha mm, valaki idejön jön borkostolni, akkor csak a legjobbakat mondom a kollégákról, és ha lehet, akkor küldöm őket ide-oda, amoda. Nagyon fontos az összefogás, de úgy, úgy gondolom, hogy országosan kell koncentrálni e, a marketing pénzeket, e, hiszen ide óriási pénzek kellenek ahhoz, hogy valóban egy nyugat-európai, egy amerikai, e, és mondhatom tovább, vagy akár egy, egy keleti piacon elérjük azt, hogy elfogadják azt, hogy a legmagasabb polcra lehet tenni a, a, a magyar bort, mert először is a magyar bornak kell megcsinálni a presztizsét, először is ezzel van a legnagyobb gond, és miután a magyar bornak megcsináltuk a presztizsét, a magyar borról elfogadja a világ, hogy ez a világ legjobb borai között tud lenni, akkor onnantól kezdve már Szexhárd jobban pozícionálható. Azt hogyan értékeled, hogy a, a borászatok gyakorlatilag a saját turizmusokat kifejlesztették? Szükség van-e egy, egy a, a szexádi borvidék egészét kiszolgáló valami turista központra? Vagy jó ez így, hogy, hogy a mag, mindenki a maga különlegességét mutogatja? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó, ha ebben is van egy, egy, egy összefogás, egy turisztikai központ, információs központ. Tehát úgy gondolom, hogy a, a legjobb reklám az mindig a szájreklám. Tehát nekünk is az, hogy ilyen régóta nyitva vagyunk, és a vendégek megelégedettsége mindig a legfontosabb. Mert az a vendég visszajön, az a vendég elmeséli a barátainak, stb. stb., és hozza a többit tapasztalataink alapján. Kicsikelen, hogy a világhálón keresztül nagyon sokan jelentkeznek, de ha ez egy picit irányított és plusz információkat kapnak, akkor mindenképpen célszerű. Illetve hát, ha már Szekszárdról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy szexádból egy turisztikai nagy hatalmat kellene csinálni, hiszen nagyon sokáig a szexárdi borászok voltak azok, akik a, a fejlődést generálták. Valóban megépültek a borházak, a vendéglők, a, a panziók. És igazság szerint az, hogy szexádnak nincsen egy... Uh, uh, olyan nagy kaliberű hotelja, Mészáros ö, család előtt meghajlók, hiszen a meropsz egy ö, nagyon komoly mű, de hát ott van 20-30 szoba között, tehát viszonylag kicsi a kapacitás. Tehát én úgy gondolom, hogy Szexárdon mindenképpen egy óriási fejlődés kellene generálni. A részben szálláshelyekben. Nekem veszőparipám, hogy egy ö, nagyon komoly, két, akár két-háromszáz szobával lehetőség szerint termálvízre alapozva egy nagyon komoly wellness konferencia hotelt kellene építeni Szexárdnak is. Ez egyértelműen generálná majd nem a Covid helyzet alatt, de később a konferencia a turizmust, a termálvíz hozná azon kívül a, a, a családokat, stb. 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 Tehát úgy gondolom, hogy Szexárd viszonylagosan le van maradva a versenybe, és bizony most vagyunk ott, hogy nagyon komoly beruházásokat kellene végrehajtani, de mondhatom tovább, ki kellene használni a Gemenci erdőnek a, az előnyeit. Bicikli utakat kellene építeni, csodálatos tájaink vannak, bicikli kellene ö, építeni. Víz, turizmus. közel van a Duna. Ö, kikötő. Ezekről egyébként szó van, szó van róla, csak hogy mondjam, talán egy picit tempót kellene venni, és akkor úgy gondolom, hogy Szexárba egy turisztikai nagy hatalom tud lenni. Jöjjünk vissza egy picit a birtokra. Igen. Megvan az a bor paletta, amivel menni akarsz, vagy még fejlesztenél? Én a magam részéről valamikor azt fogadtam meg, hogy nálam csak csúcsminőségű borok készülnek és van egy mérték, ameddig én erre oda tudok figyelni. Ez a mérték, ez durván most az, ahol vagyunk, tehát egy éves 250 ezer palac környékén. Én a magam részéről tovább nem kívánok lépni, tehát nem kívánok komoly szőlőbirtokokat vásárolni, és nem kívánok 5-600 ezer vagy 1 millió palackot készíteni. Én megmaradok ebben, a mértékegységben, viszont egyből nem fogok adni a csúcsminőség. Tehát én szeretnék így bevonulni a történelembe, és, 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 valóban szeretném elérni azt, hogy versengenek a fritzborokért. Ha lejössz a pincébe, és belépsz ide, és szembenézel a nagypapáddal, akkor elégedett lehet most az unokájával? Én úgy gondolom, hogy igen, én ebben bízom, remélhetőleg maximalista, és azt mondja, hogy azért még dolgozzál, tehát ez még nem elég, csináljál még jobb, készítessetek még jobb bort, még jobb legyen a vendéglátásotok, még jobbak legyenek az ételek, a kiszolgálás, stb. 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 Tehát én, én azért érzem azt az ösztönzést, hogy ezt még lehet még jobban csinálni, de azért bízom benne, hogy van valami fajta elégedettség.